Itt nem állok le sokat, miről szól ez a történet, amikor azt mondjuk, hogy mi a reform legfőbb eszköze. Hogy legyen érdekeltség. Mondok önnek egyetlen egy példát. Abban a közalkalmazotti rendszerben, amely ma van, hogy önöknek volt két, van két, emlékeznek még középiskolai tanárukra. Egyik sokat dolgozott és kitette a szívét, lelkét, a másik csak megtartotta az óráit. A mai közalkalmazotti bérezési rendszerben, ha mind a ketten 15 éve végeztek az egyetemen, ugyanannyi bért fognak többé-kevésbé kapni. Ma egy teljesítmény ellenes szinte minden, ami a közszférában, az alkalmazás környékén van. Nincs érdekeltség, nincs teljesítmény, nem éri meg többet dolgozni. Igazi önfeláldozás kell ahhoz, hogy valaki sokat dolgozzon. De igen, menjünk akkor tovább, menjünk tovább, még tovább. Természetesen mindaz, amiről beszélünk, arról szól, hogy lehetett, és hogyan tudunk tartósan egy növekvő pályára kerülni, de egyensúlyban. Láttuk, hogy a növekedés megvan, az egyensúly lényegében 5-6 éve nincsen meg. Hogyan fog az megtörténni, hogy ebből nem egy hivatalnok állam lesz, egy bürokratikus állam lesz, egy túlpolitizált állam lesz, hanem értjük, hogy az önök adójából mi szolgáltatunk, és közben hogyan képesel az új állam ezt a soha nem volt fejlesztést, ilyen nagyságú fejlesztést, nem tudom, hogy Berentyén tanár úr gazdaságtörténet könyvét olvassák-e még, ott a dualizmus korában van, átlagban évente 2,7-3,2%-nyi külföldi tőkebeáramlás az országban. Döntően osztrák tőke. Milyen érdekes, mondom, pedig nem akartam ide elkalandozni, hogy a legújabbkori magyar modernizációt is jelentős részben külföldi tőke finanszírozza. A nagysága az majdnem ugyanennyi, 3-4% évente, és ehhez a 3-4%-nyi külföldi tőkéhez jön még be most egy újabb, mintegy 4%-nyi, 3-4%-nyi, az 1000 milliárd az 4%-nyi olyan tőke, amely nem magánberuházást finanszíroz, hanem közberuházásokat fog döntően finanszírozni. Hát ebből áll ez a program, de nem állítom, hogy nem tele dilemmákkal, nem állítom, hogy nem tele kérdőjelekkel. Azt állítom, hogy egy dolog biztosan nem kihagyható. Fogalmazzon valaki úgy, hogy 4 évet kell megváltoztatni. Még ha tények mást is mondanak, nem ez a legfontosabb kérdés. Fogalmazzon a másik úgy, hogy nem, az elmúlt 6 évet kell megváltoztatni. Nem ez a legfontosabb kérdés. Meg kell változtatni azt, ami ma van. Az egy izgalmas és nehéz politikai vita, hogy na, akkor mit csináltak eddig a politikusok. Meg tudom önöknek mondani egészen pontosan. Nem mertek szembe menni. Egyikünk sem. Én sem már, amikor ennek a legfőbb felelősségét én örököltem 2004 közepén. Azzal a mindenhonnan látható, érzékelhető vágyal, hogy jobban élni, jobban élni, jobban élni, és inkább ma, mint holnap. És elszakad minden gazdasági, szociális folyamatban a mának az igénye. A holnapnak az igényétől és lehetőségétől. Hozzáteszem, politikusként ez a legkönnyebb. Mert nem kell nemeket mondani. Elérkezett az a pillanat, amikor azt kell mondani, hogy muszáj a dolgokat rendbe tenni. Mert ha nem tesszük rendbe, ők automatikusan rendbe teszik magukat, de hát annak igen sok vesztese lenne. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és most önök fognak kérdezni. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterelnök úr, Spanyolországot és Portugáliát hozta példának, mint amit követnünk kellene a nemzeti ipar megteremtésével. De ugye jól tudjuk, hogy ennek a két országnak a fejlettsége még mindig nem érte el az uniós átlagot, vagy csak éppen közelíti. És én úgy látom, hogy sokkal inkább írott... A 15-ök átlagát, a 25-ök átlagát meghaladta. A 15-ök átlagára gondoltam. Igen. Tehát sokkal inkább Írországot kellene talán példának vennünk, amelyiknek sikerült felzárkóznia, sőt túl is lendülnie. És ahogy láttuk azon a táblázaton, amit bemutatott, Írország, van az állami kiadások aránya sokkal alacsonyabb, mint Magyarországon. És nem gondolja úgy, hogy nekünk sokkal inkább Írországot, Észtországot és mondjuk Szlovákiát kellene követnünk, és csökkenteni az állami kiadások arányát, és ugyanígy a bevételek arányát is. És nem gondolja úgy, hogy az ország hosszú távú érdeke a gyors felzárkózás lenne, és nem a szociális kiadások fenntartása a jelenben. Köszönöm. Köszönjük egyénileg akkor, ugye? Ez a legnagyobb vita. Ez a legnagyobb vita. Az elmúlt napokban ugye volt már egy vitám szlovák ügyben. Szlovákiában az
újraelosztás aránya nagyjából 10% ponttal kisebb, mint nálunk. De ennek ára van. A szlovák átlagos nyugdíjak, azok közel a felét érik, hasonló árszínvonal mellett, mint a miénk. Én azt tudom mondani, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, mert szerintem ez rossz. Szlovákiában az elmúlt 4 évben, éppen ezen események hatására, olyan mértékig feszülnek, vagy feszültek helyenként a társadalmi indulatok, amelyről nem egy újság, csak akként ír, mint hogy éhséglázadás van. Ez egy út. Azt sem állítom egyébként, hogy hosszú távon egy ilyen út nem kifizetődő. De addig is élni kell. Márpedig én azt mondom, hogy Magyarországon elértünk mostanra nagyjából egy olyan szintet szociális, az átlagos szociális védettségben, mint amely 15 évvel ezelőtt volt. Ebből a szintből én szerintem nem szabad visszaadni. A dír példa az, hozzáteszem, azt is példázza, hogy van egy további feltétel, ami Magyarországon nagyon hiányzik, jó lenne, hogyha meg lenne. Ebben inkább az az irány tetszik nekem, amit Matolcsi György képvisel. Hogy tudni, meg kell állapodni, hogy le kell ülni, hogy tárgyalni kell. Az ír gazdasági csodának a bevezetője egy megállapodás, egy hosszú távú megállapodás, hogy mi történik az országgal. Kormány és ellenzék és gazdasági szereplők között. És mindenki pontosan tudta, hogy fel kell adni sok mindent a korábbi pozíciókból. Hogy meg kell változtatni az elmúlt 5-6-7 év hit igazságait. Én készen állok arra, hogy ilyen megállapodásokhoz vezető utat keressük. De csak azon az alapon, hogyha elérkezik a kormányban a bátorság, hogy jelentős fordulatot hajtson végre, akkor muszáj valamennyi partnernek is végig gondolni, hogy kell-e változtatni. Kell-e változtatni más politikai tényezőnek, kell-e változtatni kamaráknak, kell-e változtatni szakszervezeteknek. Hogy a rész helyett hajlandóak vagyunk átmeneti időre az egész érdekét képviselni. Egyébként abban a nemzeti fejlesztési tervben, amelyet most készítünk, amelyet Bajnai Gordon vezetésével fog elkészíteni a kormány, jelentős különbség az előző időszakban készített fejlesztési tervhez képest, hogy sokkal világosabb és egyértelmű prioritások lesznek. Milyen gazdasági ágazatokban kívánok jobbak lenni, mint bárki a régióban? Milyennek a hegye? Ugye Írországban pontosan lehetett látni, hogy mi az a nagyon kevés számú gazdasági szektor ágazat, amiről föltették az életüket. Ennek már vannak problémái is, azt is látjuk. De afelé megyünk, hogy nem költeni a pénzt mindenhova egy kicsikét betömegetni a lukakat, hanem egy új rendszerben határozott prioritásokat képviselve 5-6 ágazatba jelentősen investálni. Tudják, amikor nálam járt a világban képviselője 2 héttel ezelőtt, azt tanácsolta, amit ön. Világban kép tanácsadónak ma például lehet, hogy elmehet az egyetem után. Vagy amikor még a kormányalakítás megelőzően Bokros Lajostól Békesi Laciig, Surányi Györgytől Vértes Andrásig tárgyaltunk, hogy mit tegyünk. Mi legyen a kiigazításnak a szerkezete? Természetesen a legtöbbjük azt mondta, hogy és tessék hozzányúlni a szociális ügyekhez. Tessék ebben a 13. havi nyugdíjat. Az 200 milliárd forint, az nagyon sok pénz egyébként. Az nagyon sok pénz. A jövő évre tervezett összes hatásnak az 1/5, az már jelentős. Lehetne így dönteni? Én azt mondom, hogy nem szabad. Tudják, hogy mennyi a mediális nyugdíj, nem az átlag nyugdíj, hanem az a nyugdíjszint, amelynél kevesebből él a nyugdíjasok fele, és amelynél többből él a nyugdíjasok fele. 50 ezer forint. 50. Az átlag nyugdíj az 63-64, azért, mert ma már nagyon sok 100 000 forint fölötti nyugdíj van. Nyomorultul kevés az 50 ezer forintos nyugdíj. Szóval ez egy az a baj, hogy csak közgazdaságilag nézve önnek nem kizárt, hogy van igaza. De ez nem egy gépezet. Emberek vannak. Én meg azt mondom, hogy olyan áron nem szabad ezt megcsinálni, hogy fölborítjuk a minimális, a társadalom igazságosságot ilyen mértékben erodáljuk, hogy fölborítjuk a társadalom egyensúlyt, hogy nem vagyunk tekintettel arra, hogy hát bizony, itt nagyon nehéz sorsok vannak.